Sziasztok! Mostanában kicsit sokat foglalkoztam nektek itt a jogi, illetve az egyéb drón szabályok, drón törvényes dolgokkal. És eddig mindig csak a negatív dolgot láttuk mi is, ti is, hogy ugye 30 nappal előre fizetni, meg tényleg, hogy honnan tudjuk, hogy hol leszünk 30 nap múlva. És eddig sose láttuk, hogy mi értelme van ennek az egésznek, mert a eddig pozitív dologról nem igazán tudtunk beszámolni. Most viszont eljött az idő, hogy saját személyes tapasztalatból elmondjam, hogy miért is jó légteret igényelni. Valamelyik nap éppen dolgoztam, csörgött egy 30-as telefonszám, fölveszem, és csak annyit hallottam, hogy XY rendőr alezredes vagyok. Mondom, ó, ez egy kicsit ugye, amikor az embert egy rendőr hívja, az soha nem lehet tudni, hogy jó vagy egy rossz dolog, és illedelmesen ugye bemutatkoztam, kérdeztem, hogy miben segíthetek, és mondta, hogy légtérügyben telefonálna. És hát kicsit így, hogy is mondjam, megakadt a torkomba a gombóc, hogy légtér, úristen, mondom, mi történhetett. És mondja, hogy látja ugye a térképen, hogy van ott nekünk ugye egy légterünk, ugye, ami az én nevemen van. Azt úgy kell érteni, ugye azt, hogy az én nevemen van, hogy hiába a Drónpilóták Országos Egyesülete intézi ezt a dolgot, attól függetlenül az igénylésben ugye a légtér tulajdonosa, a kapcsolattartó és egyéb adatoknál ugye az én nevem van megadva, illetve az én telefonszámom. Ez azért van, ugye, ahogy említettem már nektek például a Hogyan igényeljünk légteret című videóban, hogyha bármi van, akkor a légtér tulajdonosát ugye el tudják érni. És eddig az elmúlt másfél év alatt erre nekünk sem volt igazániból szükségünk, és kérdeztem, hogy miben segíthetek, és kérdezte, hogy aznap 14 óra 30 és 15 óra 30 között dolgozunk-e, hogy nem ez zavarna. Hát mondom, ez érdekes, hogy a rendőrség kérdezi, hogy nem ez zavarna engem kis drónost, mondom, hogy nem. Mert hogy ők ott alacsony magasságban rendőrségi gyakorlatot tartanának. Mondom, csak nyugodtan, mondom, nem dolgozunk ott, úgyhogy megköszönte a segítséget, és lerakta a telefont, úgyhogy tényleg, tehát soha nem lehet tudni, hogy a ország melyik pontján történik, vagy alacsony magasságban történő repülés. Nekünk ugye ez a légtér 2500 lábig van, ami körülbelül ugye 850 métert jelent fölfelé. Azért kértünk ennyit, hogy mi lesz, hogyha egyszer lesz valami olyan, ami miatt ki kell próbálnunk ezt a magasságot, de általában ugye 120 méter felé mi se tudtunk menni. Na mindegy, szóval ugye azt mondta, hogy alacsony magasság, úgyhogy gondolom, hogy ilyen 100-120 méter, vagy akár alacsonyabban akartak jönni. És hát mi se gondoltuk volna, hogy ott a kis Duna partján ott bármi ilyesmi lehet, de látjátok, ez mégis. Úgyhogy ha van lehetőségetek és van időtök, van egy kis állandó helyetek, legyen szó akár az Alföld közepén, vagy a Balaton partján, vagy bárhol, én azt mondom, hogy igényeljetek légteret, hogyha tudjátok, hogy ti ott sokat repültek, adjátok be, és hogyha bármi van, látjátok, hívnak titeket, és nem lesz belőle probléma, jobb, mint hogyha meglepődnétek, mi is, hogyha gondoljátok, hogy kint forgattunk volna a srácokkal, és egyszer csak akár rendőrségi, vagy katonai helikopterek, vagy bármi ott tök alacsonyan jöttek volna, és azt sem tudtuk volna, hogy mit csináljunk, úgyhogy ilyen szempontból ez jó. Ez egy pozitív példa volt arra, hogy mire is jó a légtér engedély. Reméljük, hogy majd jövőre ez egyre gyorsabban, egyre gördülékenyebben megy, és nem kell ennyit várnunk, úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni, és nézzétek meg a többi videóinkat is. Sziasztok!